Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió híradója. November 28-a van Stefánia és Jakab névnapja. 497 éve Ferdinand Magellán portugál hajós áthajózott a később róla elnevezett szoroson. 1887-ben megindult Budapest első villamosított közúti vasútvonala, vagyis az első villamos. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. A Zimonyi vasútállomáson ma kora délután hivatalosan is elkezdődött a Belgrád és Budapest közötti vasútvonal felújítása és korszerűsítése. Orbán Viktor magyar miniszterelnök hivatalában fogadta Ana Brnabić szerb kormányfőt Budapesten. A külhoni magyar állampolgárok is igényelhetik a baba kötvényt. Befejezéséhez közeledik az Adorjáni vízvezeték hálózat cseréjének utolsó fázisa. A Zimonyi vasútállomáson ma kora délután hivatalosan is elkezdődött a Belgrád és Budapest közötti vasútvonal felújítása és korszerűsítése. Az eseményen jelen volt Ana Brnabić szerb kormányfő, Zorana Mihajlović építésügyi, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési miniszter, valamint Kína fejlesztési és reformügyi nemzeti bizottságának igazgatóhelyettese Wang Xiaotao. Ez az első olyan határon átnyúló projekt, ami a Kína és a közép kelet-európai országok együttműködése keretében valósul. Zimonyban beindultak a munkálatok. Ezzel kezdetét vette a Belgrád és Budapest közötti vasútvonal teljes felújítása. A munkálatok előreláthatólag 6 évig tartanak. Ezt követően válik majd valóra, hogy az eddigi 8 órás menetidő a két főváros között mindössze 3 óra hosszára rövidüljön le. A szerbiai szakasz teljes felújításának értéke mintegy 2 milliárd dollár. Az első szakaszban a Belgrád központja és az Opazova közötti 34,5 kilométeres szakasz korszerűsítik. Amikor az elkészül Batajnicáig 120, onnantól Opazováig pedig 200 kilométeres óránkénti sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. A kivitelezéssel két kínai céget bíztak meg, ezek a munkálatok 350 millió dollárba kerülnek. Közben már orosz kivitelezők a Fruska-Góra alatti alagutat is fúrják, amelyen keresztül halad majd a Belgrád-Budapest gyorsvasút, emelte ki Kern Imre építésügyi államtitkár. Fúrják az orosz cég képviselői munkásai az alagutat, a viadukt is készül, úgyhogy gyakorlatilag jól haladnak a munkálatok. Az, amit még el kell mondani, hogy a Újvidék-Szabadka közti szakaszra is folynak az előkészületi munkálatok, szerződést az gyakorlatilag összehangoltuk, ugyanezzel a kivitelezővel, aki itt is építkezik már. Belgrádtól Szabadkáig nem lesznek vasúti átkelőhelyek, hanem alul- és felüljárók, illetve alagutak, így zavartalanul haladhatnak majd nagy sebességgel a vonatok, hangsúlyozta a szerbiai vasutak infrastruktúrái vezérigazgatója. Takođe, kao što imamo savremene ograde na autoputevima, tako će i ova pruga imati iste takve ograde. Naše mašinovođe će na ovoj pruzi imati i kabinsku signalizaciju. Dakle, sve položaje i sve promjene signala biće indikovane u samoj kabini mašinovođa. 3 évig tartott a teljes terv dokumentáció kidolgozása és az előkészületek, hogy elkezdődhessen a Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítése, mondta Zorana Mihajlović építésügyi miniszter. Danas počinjemo modernizaciju pruge Beograd-Budimpešta, kojom će se ići brzinom 200 km na sat. I ja sam ponosna da danas mogu da stanem ispred vas, da posle 3 godine velikog rada na pripremi dokumentacije, razgovorima, na velikoj upornosti svih koji su učestvovali u ovom projektu, danas možemo da stanemo i da pogledamo ove radnike i da im kažemo napred. Ana Brnabić szerb kormányfő a budapesti csúcs találkozóról tért vissza éppen. Azt mondta, ott is mindenki erről a projektről beszélt, ez dicsérte. Mi smo se upravo vratili iz Budimpešte, gde sam ja predvodila delegaciju Srbije na samitu 16+1. I verujte, ovaj projekat, brza pruga Beograd-Budimpešta je bio jedan od centralnih projekata, projekat o kom su svi pričali. A beszédek után a vendégeknek bemutatták a vasút felújítási munkálatok megkezdését. Ez a pályaszakasz a tervek szerint 36 hónap alatt készül el.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök hivatalában fogadta Ana Brnabić szerb kormányfőt ma délelőtt Budapesten. A tárgyaláson, amelyen részt vett Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is, elhangzott, hogy februárban rendezik a következő magyar-szerb kormányzati csúcs találkozót. Magyarország továbbra is a leghangosabb támogatója Szerbia EU csatlakozásának, és szorgalmazza, hogy az Unió még az idén nyisson meg 3 új csatlakozási fejezetet Szerbiával, közölték a tárgyalást követően az illetékesek. Kétoldalú tárgyalásokkal folytatódott a Budapesten zajló gazdasági fórum a Kínai Népköztársaság és a közép-kelet-európai országok vezetői között. Ana Brnabić kitűnőnek értékelte a kedd délelőtti tárgyalásokat. Ezek az egyeztetések nagyon fontosak az országnak, hangsúlyozta a szerb kormányfő. Premijera Orbana, tu smo dogovorili zajedničku sednicu dve vlade u februaru u Mađarskoj. Isto tako ima jako puno pitanja kojima smo se bavili, pre svega energetike, ali svakako i prekogranične saradnje, korišćenja evropskih fondova, javno-privatnih partnerstava. A magyar és a szerb fél megállapította, hogy a déli gázfolyosó építésének előkészítése menetrend szerint halad. A találkozó rendkívül tartalmasan telt, amellyel Szerbia bebizonyította, hogy fontos regionális szereplő, emelte ki Ana Brnabić. A Szerbia és Kína közötti politikai kapcsolatok figyelemre méltóak és átfogó stratégiai partnerség jellemzi azokat, mondta Ana Brnabić, Szerbia miniszterelnöke a Kína miniszterelnökével folytatott budapesti bilaterális tárgyalást követően. A találkozón elsősorban a Szerbia és Kína közötti gazdasági együttműködésről volt szó. A közlekedés, az infrastruktúra és az energetika területén sikeres az együttműködés, véli a két miniszterelnök. Brnabić leszögezte, rendkívüli jelentőséggel bír a Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítésének trilaterális projektje. Brnabić hozzátette, Szerbia továbbra is intenzíven dolgozik a közös projektek megvalósításán az infrastruktúra területén. A miniszterelnökök a Szerbiában megvalósuló kínai beruházások folytatásáról és a szerb termékek exportjának növekedéséről is tárgyaltak. Egy új világgazdasági korszak megnyilvánulását látja Magyarország Kína felemelkedésében, amely hosszú ideig domináns eseménye lesz a világgazdaság alakulásának, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetség kétnapos pénzügyi csúcs találkozójának megnyitóján kedden Budapesten. A magyar kormány 2010-ben meghirdette a keleti nyitás politikáját. Azóta is Magyarország minden kérdésben elsőként mozdul meg. Elsőként üdvözölte az Egy övezet, egy út nevű elnöki programot, elsőként vett részt az erről szóló tanácskozáson, és írta alá a megállapodást a témában, mondta a magyar miniszterelnök. Közép-európai országok közül a legjobb helyzetben vagyunk a kínai együttműködésért folyó versenyben, hiszen a legtöbb export Közép-Európát tekintve innen megy Kínába. A legtöbb beruházás Kínából Közép-Európa összefüggésben ide érkezik hozzánk. Van egy versenyképes környezetünk. A 42.500 forintos babakötvényként ismert start számlát igényelhetik a külhoni magyar kettős állampolgárok 2018. januárjától. Ez azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2017. június 30-a után látták meg a napvilágot. Együtt a 4 tagú Szabadkai Radákovics család, Máté már 4 éves, a kis Emma pedig éppen 2 hónapos. Így ő már jogosult a 42.500 forinttal járó babakötvényre, ugyanis 2018. januárjától a nem Magyarországon élő magyar állampolgárok számára is elérhetővé válik a babakötvény. A 2017. június 30-a után született gyermekek esetében lesz igényelhető a támogatás. Emma édesanyja, Orsolya elmondta, mindenképp igénylik a segítséget.
már akkor, amikor a kisfiunk megszületett, már a szerbiai támogatásokat is igénybe vettük, és utána jártunk mindennek, ugyanúgy most is már, ami a hazai támogatásokat illeti, azokat már elintéztük, és ugyan még hátra van a magyarországi támogatás, vagyis a babakötvény, de ezt is el fogjuk intézni, ezt is meg fogjuk kötni a kislánynak, mert hogy ugye ő jogosult most rá, a kisfiunknak még erre nem volt lehetősége. A babakötvény egy egyszeri 42.500 forintos támogatás, a szülők fizethetnek be mellé, ez az összeg az alaptőkével együtt kamatozik a gyermek 18. születésnapjáig. Az eddigi szabályozás szerint a külhoni magyarok nem köthettek babakötvényt, ezen változtatott a magyar kormány. A babakötvény által 18 évig minden évben küldenek egy üzenetet az adott magyar családnak, hogy számon tartják őket. Ezt még november 18-án mondta Szabadkán Balogh Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere. Január 1-től bárhol születik magyar gyermek a világon, megkapja a babakötvényt, nem győzöm elmondani újra és újra. Gondoljanak arra, hogyha bejelentik akár Venezuelában, akár Újvidéken, akár Kárpátalján, bárhol a világon az, hogy ez a gyermek, ez magyar gyermek lesz, és megigénylik a magyar okmányokat, akkor egyúttal a magyar okmányokkal kapnak egy olyan államkötvényt, egy olyan állampapírról szóló igazolást, ami 18 évig ketyeg, működik, mozog, gyarapszik. Kikerült a szabályozásból az a nehezen ellenőrizhető feltétel, amely szerint a számlán lévő összeget kizárólag tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, a gyermekvállalás feltételeinek megteremtésére lehet fordítani. A fiatalok legkésőbb 23. életévük betöltéséig kérhetik a letéti számlán lévő összeg kifizetését. A szülők a babakötvényeket akár a magyar államkincstárnál, akár a magyar konzulátuson is igényelhetik abban az országban, ahol élnek, az illetékesek szerint. Két pályázat kiírását hosszabbította meg a Prosperitáti Alapítvány, mondta Juhász Bálint. Az alapítvány ügyvezetője a Pannon Televízió közügyek című műsorának felvételén beszélt a pályázati lehetőségekről, illetve azok határidejéről. A házvásárlási pályázat beadási határideje továbbra is november 30-a, addig lehet átadni, és ennek a kiírásnak több körben fogjuk az eredményeit meghirdetni. Fontos, hogy aki házat szeretne vásárolni, az ezen a héten csütörtökig, tehát november 30-ig adja át a pályázatát úgy elektronikus formában, mint írásos formában, illetve kinyomtatva, aláírva a területi irodákban. A másik két pályázat esetében, ahol banki együttműködéssel kombinált támogatás valósul meg, tehát egyrészt a földvásárlásnál, ahol 25%-on rész mellett a többi banki hitelből és az alapítvány által nyújtott kamattámogatásból tevődik össze a projekt pénzelése, illetve a közepes léptékű fejlesztéseknél, ahol az önrész mellett a támogatás és a hitel is a projektek megvalósításának a részét képezi, tehát ahol banki közbenjárással valósulnak meg a projektek. Itt kitoltuk a beadási határidőt december 20-áig. Befejezéséhez közeledik az Ador-Jáni vízvezeték hálózat cseréjének harmadik utolsó fázisa. A felújítás során a régi aszbeszt cement csöveket polietilénekre cserélik fel. Ma kora délután a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót az illetékesek. Ador-Ján vízhálózatának felújítása mintegy 5 évvel ezelőtt kezdődött, és most már a befejezés előtt áll. Jelenleg a harmadik fázis munkálatai folynak. Itt most a Marshall Tito utcában vagyunk, ahol a mintegy 300 méter van még ahhoz, hogy befejezzük ezt a hosszú utcát teljes mértékben. És utána, hogyha ezzel a harmadik fázissal elkészülünk, akkor az egész Ador-Jánon úgymond egy korszerű vízhálózat lesz kiépítve. A harmadik fázis felújítási munkálatai mintegy 7,5 millió dinárba kerültek, amit a tartomány és a községi önkormányzat közösen pénzelt. Minden évben, hogyha tudjuk követni ezt a tempót, minden évben tudunk valamennyit hozzárakni darabonként a község ilyen jellegű infrastruktúrájához, és akkor itt még nem is említettem, ugyebár a magyar-kanizsai szennyvíztisztítót, ami szintén az elkövetkező 2-3 évben kell, hogy kiépüljön, akkor úgy gondolom, hogy ezen a területen is egy vezető szerepet tud betölteni Magyar-Kanizsa község. A vízművek illetékese elmondta még, hogy az adorjániakat két kút látja el vízzel, de mivel
közülük az egyik már eltömődött, és a második is akadozva működik. A vízvezeték hálózat felújítását követően egy új kutat is fúrnak majd a faluban. Ma kezdődik a böjt azok számára, akik a Julianus naptár szerint ünneplik a karácsonyt. A pravoszláv hívőknek január 7-éig tart ez az időszak. Ez a 40 napos periódus a várakozás ideje, készülődés a keresztény világ legszentebb ünnepére. Vajdaság kormánya mindent megtesz az egészségügyi modernizálása érdekében, jelentette ki Igor Mirovics Pancsován. A tartományi kormány elnöke a helyi kórház belgyógyászati osztályát tekintette meg. A részleg felújítására mintegy 500 millió dinárt fordítottak. A munkálatok várhatóan fél év múlva fejeződhetnek be. Mindez azért fontos, mert az említett osztályt 1973 óta nem renoválták, mondta Igor Mirovics, aki az antalfalvi vízgyárat is megtekintette. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. A vérnyomásról és annak a szív- és érrendszeri megbetegedésekre gyakorolt hatásáról szervezett előadást tegnap a Magyar Kanizsai Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete. Kaleidoszkóp díjban részesült a csókai Dupák Fanni. Mindezek előtt azonban kapcsolunk a közügyek stúdiójába. Szia Viktória, mivel várjátok ma a nézőket? Szervusz, köszöntöm a híradó nézőit. A közügyekben szó lesz a kétoldalú találkozókról a 16+1 csúcs találkozón Budapesten. Azután meghosszabbították két pályázati kiírás határidejét a Prosperitáti Alapítványnál. Kezdődik a Belgrád-Budapest vasútvonal szerbiai szakaszának építése. Temerin a találkozások helye, kisfilmek készültek a délbácskai község idegenforgalmi és gazdasági potenciáljairól. Egészséges élelem és őshonos növény a tönkölybúza, de megéri-e termeszteni? Ezekkel a témákkal várom Önöket. Köszönjük szépen! A legmagasabb vörös szintű riasztás van érvényben Balin az Agung vulkán kitörése miatt. Csak nem 100 000 embert kell evakuálni a környékről, amelynek egy részét már ellepte az iszap ára hétvégi vulkán kitörések után. Az Agung szombaton egyszer, vasárnap pedig háromszor is kitört, mintegy 4000 méteres magasságba lövelve hamuját. A vulkán körüli veszélyzónát tegnap bővítették ki 7,5-ről 10 kilométerre, mert a szakértő újabb, a korábban becsültnél nagyobb kitörésre számítanak. Bali repterét lezárták, több mint 400 járatot töröltek, így csaknem 60 000 rekedtek a szigeten. Késes támadást hajtottak végre egy német kisváros polgármestere ellen, valószínűleg politikai okokból. Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Alten a polgármesterére hétfő este rontott rá egy férfi, a nyakán sebesítette meg késével. A politikust kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig elfogták. A polgármester még éjjel hazamehetett a kórházból. Angela Merkel kedreggel szóvivője után közölte, hogy iszonyattal töltött el a támadás híre. Eltűnt a csontavéri Nagy István, a férfinek a településen a harmadik szőlősor közelében veszett nyoma. Az eltűnés hajnalán a férfin kék felső, szürke melegítő alsó és papucs volt. Az esetet lánya jelentette a rendőrségnek, aki látni vélte a képen lévő szemét, az jelezze a 024 781 438-as telefonszámon. Aki ma korán indult munkába, megtapasztalhatta a reggeli fagy okozta kellemetlenségeket. Lassan közeledik az igazi téli időjárás. A hajnali órákban a legmagasabb hőmérséklet is fagypont alatt, -2 fok környékén alakult. A délután folyamán több órás napsütésre számíthatunk, a legmelegebb órákban pedig 7 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Sokan vélik úgy, hogy az elmúlt évtizedekben sokkal szeszélyesebbé vált az időjárás, mint amilyen volt. Állításuk szerint manapság már csak 2 évszakot észlelhetünk. Nincs az a 4 évszak, hogy tavasz, nyár, ősz, tél, hanem csak a télből megyünk át a nyárba.
Bár reggelente azok, akik korán kelnek, már érezhetik a tél erejét, azonban napközben még elcsíphetünk pár kúsz a napsugarat. A mai időjárás nagyon jó, egy kicsit hideg, de gyönyörű az idő. Mit gondol, meddig élvezhetjük ezt a napsütést? Hát még egy-két napig, és kész. Szerdán, aki útnak indul, ne felejtse el magával vinni esernyőjét, ugyanis egész nap esős időre számíthatunk. Csütörtökön melegebb időt jósolnak nappalra, de az éjszakai órákban visszatérnek a mínuszok. Szerbiában helyenként már leesett a hó. Az előrejelzések szerint térségünkben, bár csípős hideg van, egyelőre még élvezhetjük a napsütést. A hét második felében azonban itt is számíthatunk hóesésre. Bár a frontérzékenyek egész nap fejfájást észlelhetnek ezen a héten, az emberek többsége igyekszik kihasználni az utolsó napsugarakat. Szunce, usztó, dobro csini télo. Svakome, akkor se polékárszkim szávetim a 20-30 minúta na szuncu zadržava, de stvára ispod kože isto D-vitamin, náročito za decu, je to važno isto. A csípős reggeleken igen könnyen megfázhatunk. Ajánlott elővenni a vastagabb kabátot, és alatta is rétegesen öltözni ilyenkor. A vérnyomásról és annak a szív- és érrendszeri megbetegedésekre gyakorolt hatásáról szervezett előadást tegnap a Magyar Kanizsai Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete. Az érdeklődőket dr. Kassa Nándor házi orvos tájékoztatta a tudnivalókról. A hallgatóság soraiban ott volt a magyar kanizsai Horváth Rózsa is, aki szerint fontos tudni a szív- és érrendszeri megbetegedésekről, még akkor is, ha az embert nem érinti az adott betegség. Én jegyzetelni szoktam minden előadásom, és az úgy megmarad, azt megbírom bármikor nézni. A szó az elszáll, nem mindig tudjuk azt megjegyezni, és én örülök ennek az előadásoknak, nagyon szeretem meghallgatni minden. Minden előadásra szeretnék itt lenni, hogyha idő engedi. A dohányzás, a vér magas zsírtartalma és a vércukorszintje, az elhízás és az inaktív életforma mellett a magas vérnyomás az egyik legjellemzőbb rizikófaktor a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában. Magyar Kanizsán tavaly és az idén 56 szívinfarktust jegyeztek. A szívünk az egy pumpa, tehát ha magas vérnyomás ellen kell neki dolgozni, abban az esetben, mint ahogy az előbb mondta, megvastagszik a szívizom, és korábban jelentkeznek a szív- és érrendszeri megbetegedések, mint a szívelégtelenség, vagy a koszorúérelmeszesedés. Tehát az a feladatunk, hogy a gyógyszert szedjük, és akkor elkerülhetők ezek a betegségek. Kávai Eleonóra több mint 10 éve szervezi a Kuckó egészségügyi előadásait. A következőre is sokakat érintő témát választott. Az előadó akkor a Vöröskereszt aktivistája lesz. Többen hallották, vagy többeket érint az, hogy telefonon különböző egészségügyi előadásokra hívják főleg az idősebb embereket, illetve azokat, akiknek valamiféle egészségügyi problémája van, hogy mennyire bízhatunk ezekben a különböző előadásokban, előadókban, a műszerekben, amiket használnak, illetve amiket eladásra kínálnak, többek között erről is szó lesz majd. A decemberi és januári ünnepeket követően a következő előadásra február utolsó hétfőjén kerül sor. Kaleidoszkóp díjban részesült a Csókai Dupák Fanni. A negyedikes gimnazista a hétvégén vett részt a 17. Kaleidoszkóp versfesztiválon, amely a Magyar Versmondók Egyesületének pódiumművészeti sereg szemléje. Ezen a versenyen a költészet minden kategóriájában indulhatnak a jelentkezők. Dupák Fanni egy volt a 172 egyéni előadó, társulat, zenekar, valamint filmes alkotó közül. Elmondta, hogy már szeptember óta készült a versenyre, amelyen két verset kellett mondania, egy Arany János verset és egy kortárs alkotást. Számára a versmondás jelenti a legtöbbet. A Kaleidoszkóp Nemzetközi Versfesztivál Közép-Európa legnagyobb pódium művészeti sereg szemléje, ahol a vers valamennyi formája bemutatkozik. A Váci versenysorozaton hivatásos és nem hivatásos versmondók, színészek és előadó művészek, illetve társulataik, zenészek és filmesek külön kategóriában versenyeztek produkcióikkal.
A lételemmé vált az évek során is. Hiába tudom, hogy nagyon fáradt leszek, hogy nagyon sokat kell tanulnom, egyszerűen nem tudom azt mondani soha egy fellépésre sem, vagy egy versmondó versenyre, vagy bármire, hogy nem fogom megcsinálni, mert egyszerűen nem tudom. Várja a vendégeket a karácsonyi vásár Szegeden. Az első adventi gyertyát december 3-án gyújtják meg a dóm előtti koszorún. Minden korábbinál több program és árusító pavilon várja a szegedieket és a városba érkezőket a karácsonyi hetek ideje alatt. Az egy hónapon át tartó ünnepi fesztiválnak három helyszíne van, a Széchenyi, a Dóm és a Dugonics tér. A Dómnál felépítették a hagyományos szalma labirintust, amelyet most több mint 10 000 apró lámpa díszít. Túl azon, hogy 130 árus árulja a portékáit a Széchenyi téren, illetve a Dóm téren, ahogyan itt mögöttem is látják, küllemében is gazdagodott és szépült ez a karácsonyi vásár, és túl a fényáron, az új fényeken, új programokkal is gazdagítottuk ezt az egy hónapos rendezvénysorozatot, úgyhogy ez nem csak egyszerűen egy vásár, hanem inkább egy karácsonyi rendezvény kavalkád is. A környezetgazdálkodási non-profit Kft. Összesen 22 millió forint értékben vásárolt új fényeszközöket. A cég munkatársai több mint 3 hete dolgoztak éjjelente a világítás felszerelésén és ellenőrzésén. A 16 kilométer hosszúságú fényfüzér a Tiszalajos körútat díszíti az adventi időszakban. A körúton LED lámpákkal váltották fel a korábban használt fénydíszeket. Utóbbiak átkerültek a Dóm térre és az aradi téri fákra. A szerb férfi kosárlabda válogatott remek második félidei teljesítményével 105-87-re győzte le Grúziát a világbajnoki selejtező sorozat második fordulójában. Szerbia csapata eddig mindkét lejátszott mérkőzését megnyerte, Grúzia viszont 2 vereséget könyvelt el. Alekszandár Györgyevics válogatottja a következő fordulóban Németország vendége lesz február 23-án. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer egy-egy mondatban. A Zimonyi vasútállomáson ma kora délután hivatalosan is elkezdődött a Belgrád és Budapest közötti vasútvonal felújítása és korszerűsítése. Orbán Viktor magyar miniszterelnök hivatalában fogadta Ana Brnabić szerb kormányfőt Budapesten. A külhoni magyar állampolgárok is igényelhetik a baba kötvényt. Befejezéséhez közeledik az adorjáni vízvezeték hálózat cseréjének utolsó fázisa. A híradó végén köszönjük figyelmüket, a panonrtv.com-on még több friss hírt és információt olvashatnak. Most következik a közügyek, amelyben a Tönköly búzával is foglalkozunk, utána kalamár is, majd a közelképben a Magyar Szórvány napjának vajdasági központi ünnepsége. 7:30-tól a szubjektív vendége Dolinszky Áron lelkész. A 20 órai híradót követően a Hungaro Magyarok Dél-Amerikában című dokumentumfilm a Pannon televízió műsorán. A medve ellopta a vadász puskáit, rendőrök fogták el az iskolába készülő vaddisznót. Egyebek között ezekről lesz szó holnap a Pannon reggeliben, a Szabadkai Magyar Rádió holnap reggeli napindítójában pedig egyebek között szó lesz arról, hogy megújul a zombori egészségház. Szép estét kívánok, viszontlátásra!